ha már a sok évi, példátlanul hűséges szolgálatért nem is adnak többet a kis biztosi fizetésnél, bizonyára megenyhítik most a fájdalmait valami olyan elismeréssel, amit a körmölci nyomdában nyomtattak. Ezt az 1895-ben Gárdonyi Géza által írt levelet ajánlották fel a budapesti Szabó Magda általános iskola tanulói az Egri Vármúzeumnak a Gárdonyi házban. Az eredeti írat egy család magángyűjteményéből került elő. Apukám tudta, hogy 6. osztályosok vagyunk, és 6. osztályban tanulunk Gárdonyi Gézáról, meg az egri csillagokról. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem adjuk el valahol, hanem felajánljuk a Gárdonyi Emlékháznak a gyűjteményébe. Gárdonyi barátjának, Szekula József szegedi rendőrbiztosnak írta leveleit, amelynek eredetiségét Szalainé Király Júlia irodalomtörténész állapította meg, aki több mint 25 éve gondozza a gárdonyi hagyatékot. Mivel nagyon jól ismerem Gárdonyi Géza kézírását, ismerem a korabeli papírokat, ezért én bátran állítom, hogy első ránézésre, első kézbevételre tudtam, hogy eredeti levélről van szó. Gárdonyinak nagyon szép, nagyon jellegzetes írása és aláírása van. Ismerek abból a korszakból más leveleket is, tehát azonnal meg lehetett állapítani, hogy Gárdonyi leveléről van szó. Elmondta, a Gárdonyi házban leginkább az író egri éveihez kapcsolódó hagyatékot őriznek, a megtalált levél pedig a szerző korábbi életszakaszához fűződik. Berecz Mátyás múzeumigazgató a gyerekek adományával kapcsolatban úgy fogalmazott, reméli, a fiatalok követik ezt a mintát, és felnőttként is gyarapítják majd a múzeumok gyűjteményét. Fontos az is, hogy a társadalom érezze a felelősségét annak, hogy itt értékeket őrzünk, mindenki számára őrzünk, tehát ez nem csak a múzeumi, ami itt van, nekünk vagyon, hanem ez mindenki, és igyekszünk is közkincsíteni. Az átadó után a diákok Gárdonyi Egerben töltött éveiről hallgattak előadást, játékos feladatokat oldottak, valamint megtekinthették az író Egri Csillagok című regényének első kéziratos lapját is. Elhangzott, az előkerült levelet ki fogják állítani, így a nagy közönség számára is megtekinthető lesz.